fegyelmezett voltál, hogy a csöngetésre befejezted. Köszönöm szépen. És akkor a következő előadó a Protecta képviseletében, megkapod a csíptetőt, ha oda nem csíptem az ujjamat. Hogy működik ez? Jó. Köszönöm. Zsarnai Szabolcs kolléga, a hőhás védelmeként itt a nyújjon rejtelmény. Világítani, melyikkel tudok. Az előző hősz még annyit hadd vegyek hozzá, az előző előadás. És ezzel tudok menni. Ugye, amiről, amelyik típusú transformátorokról mi beszélünk, azok a vontatási transformátorok, amelyik kifejezetten a vasúti vontatási célra készülnek, és ezt a gyártó eleve így tervezi meg, ellentétben a erőátvételi transformátorokkal, mert azokra egészen másfajta igénybevétel jelentkezik, mint a vontatási rendszerben lévő transformátorokkal. Folytasd az előadásodat, vagy kezd el, mert a tiéd a pálya. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Zsarnai Szabolcs vagyok, a Protecta alkalmazás osztályának a munkatársa. És a jelen előadás keretében szeretném bemutatni a Protecta által fejlesztett hőmásvédelmi funkciót. Így jobb, ugye? Sokkal jobb. Tehát szeretném bemutatni a Protecta által fejlesztett hőmásvédelmi funkciót, valamint ennek a lehetséges alkalmazását a vasúti felsővezetékrendszeren. Előjáróban még annyit elmondanék, hogy az utóbbi években szállított EP pluszos VKTV a típusú felsővezetékvédelmek, már ott vannak nagyon sok mávos alárombásban, és ezekben benne is van ez a funkció, valamint rendelkezik a megfelelő hardware bemenetekkel, de az alkalmazására eddig különböző okokból nem került sor. Úgyhogy abban bízom, hogy ezután ennek a projektnek új gondolatot tudunk adni. Hát akkor kezdjük azzal, hogy pontosan miről is van szó. Azt leszögezném, hogy nem rövidzáratvédelmekről beszélünk, hanem túláramvédelmekről, túltereléssel védelmekről, tehát olyan abnormális üzemi állapotokról, amik jelentősen meghaladják a vezetékünk terhelhetőségét, és emiatt termikusan túlterhelődhetnek ezek a vezetékek. Maga a túlterelés elleni védelmet a legegyszerűbb árammérés alapján megvalósítani, és erre vannak különböző módszerek. A legegyszerűbb módszer egy sima független késleltetési túláramvédelem alkalmazása. Ez ugye egy nagyon egyszerű megoldás, van egy fix beállítási áramunk, hogyha azt eléri az üzemi áram, akkor egy előre beállított néhány másodperces késleltetés után kioldunk, és ez az, ami jelenleg meg is van valósítva, vagyis üzemben van az alárombásokban. Ennek a megoldásnak viszont van egy óriási hátránya, mégpedig az, hogy ennek a szemléltetésére felvázoltam ide egy napi vontatási áramdiagramot. Ahogy láthatjuk, itt elég komoly tüskéket lehet látni, amik általában néhány perces üzemek eredményei csupán, viszont meghaladhatják a vezeték névleges áramát jelentős mértékben, és emiatt a független késleltetési túláramvédelmünk indokolatlan kioldásokat okozhat a hálózaton. Azért indokolatlanok ezek, mert amint látjuk, a tüskék annyira rövidek, hogy egy ilyen néhány perces idő alatt elhanyagolható a termikus hatásuk a vezetékre nézve. Egy ennél jobb megoldás kínálhatnának a függő késleltetési túláramvédelmek alkalmazása. Ez attól lesz független késleltetésű, hogy itt is van egy beállítási áram küszöb érték. Miután ezt elérjük, utána már az áram nagyságától fog függeni a kioldás ideje. Hát ez a módszer már sokkal jobban modellezi a védett objektum, jelen esetben a felsővezeték termikus viselkedését. Van ugyanakkor néhány hiányossága is, mint például a megfelelő emlékezés hiánya. Ugye gondoljuk csak el, hogy átmegy a vonalunkon, átrolog egy tehervonat, és elképzelhető, hogy ez mondjuk egy 10 fokos hőmérséklet emelkedést okoz a felsővezetékünkben. És utána 5 perc múlva jön a következő tehervonat, akkor a védelmünk már, hogyha ébred, mert olyan áramokat fog látni, nem fogja figyelembe venni az előző üzem által okozott hőmérséklet emelkedést, csak éppen az aktuális. Ezen kívül nem veszi figyelembe a környezeti hőmérsékletet sem, aminek ugyancsak hatása van a termikus terhelhetőségre. Nyilván egy hideg téli napon jóval nagyobb áramokat engedhetünk meg a vezetékrendszerünkön.
Valamint maga az áramérték módja is különbözik, tehát általánosabban a túláramérelmeknél Fourier alapharmonikus áramokkal szoktuk működtetni a funkciót. Ez azt jelenti, hogy a mért áramból mi kiszűrjük az 50 Hz-es alapharmonikust. Egy vasúti hálózaton ugyanakkor elég sok felharmonikussal is van dolgunk, ezek a felharmonikus áramok ugyanúgy melegítik a vezetéket, így célszerűbb az effektív értéket felhasználni. Ezért mi a hőmásvédelem alkalmazását ajánlanánk, amit a következőkben szeretnék bemutatni. A hőmásvédelem az gyakorlatilag egy folyamatos hőmérséklet számítási algoritmuson alapul, az effektív áramokra alapozva. Magának a funkciónak a kimenete gyakorlatilag egy termikus szint mérés szolgáltat, egy abszolút hőmérsékletet modellezi a vezetéknek az aktuális hőmérsékletét. És ezt folyamatosan csinálja, tehát az előbb említett példánál tudni fogja, hogy az előző vonat már okozott néhány foknyi hőmérséklet emelkedést, és akkor onnan számolunk tovább, hogyha jön a következő vonat. Ezek emellett lehetőség van a kiindulási hőmérséklet figyelembevételére is. Ennek akkor lehet jelentőség, hogyha valamilyen okból újraindulnak ezek a készülékek. Alapesetben a környezeti hőmérsékletről indulna a termikus számláló, viszont meg lehet neki adni azt, hogy ilyen esetben egy kicsivel magasabb szintről induljunk. Például, hogyha azt feltételezzük, hogy egy verőfényes nyári napon, nyugalmi állapotban is a környezethez képest akár 10-20-30 fokkal is felmelegedhet a felső vezetékünk, akkor ezzel tudjuk korrigálni a számítást. Maga a módszer algoritmusa az mindig a külső hőmérséklethez képest számolja a túlmelegedést, majd a két értéket összeadja, és ebből kapunk egy abszolút hőmérsékletet. Immers karakterisztikás, tehát természetesen nagyobb áramokhoz rövidebb kioldási idő fognak tartozni. A funkciónak három bináris kimenete van, amit használtunk. Nyilván van egy kioldó kimenet, van egy előjelző kimenetünk, ami nagyon hasznos lehet, hogy adunk egy jelet még jó előre a rendszer üzemeltetőjének, hogy közeledünk a kritikus termikus szintjéhez a vezetéknek, és akkor ő megteheti a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a terhelést lecsökkentse. És van lehetőség egy reteszelő jel alkalmazására is, erre majd később fogok néhány szót szólni, hogyha a paraméterekhez érünk. És maga az algoritmus a termikus differenciál egyenletek lépésről lépésre módszerrel való megoldásán alapul, amit itt fel is vázoltam. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, elég, hogyha annyit végig gondolunk, hogy az innézet R-nek megfelelő hőmennyiség lesz az, amit a terhelő áram a vezetékben létre fog hozni, és ez a hőmennyiség két irányban távozhat. Egyrészt melegíteni fogja magát a vezetőt, ez az, ami minket érdekel, egy másik részét pedig leadja a környezetnek. A differenciál megoldás, a differenciál egyenlet megoldását itt alul látjuk, hát maga az algoritmus az már ezzel az egyenlettel számol. Látjuk benne az exponenciális tagokat, amik általában ezeket a melegedési vagy hűlési folyamatokat szokták jellemezni. És amiről érdemes itt egy pár szót szólni, a vezeték felületének a hőráadási tényezője. Ugye ez a mi nagy problémánk, hogy ezt hogy határozzuk meg, hiszen rengeteg dologtól függ a vezeték felületétől, hogy egy szép új fényes vezetőről beszélünk, vagy egy matt, oxidált, sötétebb felületű vezetékről, és függ a hőmérsékleti vagy a környezeti viszonyoktól, éppen esik az eső, fúj, összeesít a nap, stb. És ez bonyolítja meg egy kicsit ezt az egész dolgot. És ami még itt fontos, a melegedési időállandó, az pedig gyakorlatilag a vezetéknek azt a tulajdonságát írja le, hogy egy terhelő áram hatására adott környezeti körülmények mellett milyen dinamikával fog felmelegedni. Hát itt igazából ez a kihívás, ezeknek az értékeknek a meghatározása és figyelembevétele. És akkor itt felvázoltam a funkciónak a beállítási paramétereit. Ugye ahhoz, hogy ez megfelelően működjön, elengedhetetlen, hogy megfelelően paraméterezzünk. Úgyhogy ezeket most sorba végignézzük. Van lehetőség egy külső hőfok érzékelő használatára. Ez a külső hőfok érzékelő arra lesz jó, hogy beadja valamilyen analóg jel formájába, lehet ez egy PT100-as termisztor, vagy akár egy 420 milliamperes távadónak a jele. Ez beadja a készüléknek az aktuális külső hőmérséklet értékét, és onnantól kezdve a termikus számlálunk alapból innen fog indulni. Ami jó jöhet egy hideg téli napon, hiszen akkor -10-ről indulunk, nem mondjuk +40-ről, mint egy meleg nyári napon.
megkerülő névleges terhelő áramot az áramátó névleges százalékában. Van egy névleges hőmérsékletünk, ezt általában a gyártó adja meg, vagy esetleg a szimulációs eredmények alapján fog kiderülni, az a névleges hőmérséklet, amit megengedünk a távvezetéken. A környezeti hőmérsékletet csak akkor kell megadni, hogyha nincs hőfokérzékelőnk. Ebben az esetben az algoritmus mindvégig egy fix környezeti hőmérséklettel fog számolni. Ennek ugye megint az megvan az a hátrány, hogy nem tudjuk kihasználni azt a tartalékot, ami a hideg időjárásban rendelkezésünkre áll. Az alaphőmérséklet és az időállandó az egymással összefüggő paraméterek. Ugye magát az időállandót azt általában úgy szoktuk meghatározni, hogy valamilyen fix környezeti hatásokhoz igazítjuk, egy fix napsugárzáshoz, vagy szélerőséghez. A szabványban vannak erre vonatkozó előírások, és talán 40 foktól szoktuk indítani az időállandó kimérését. Itt ugye arról van szó, hogy minden vezetéknek van egy megengedhető, maximálisan megengedhető hőmérséklet emelkedés, amit még elvisel. És az időállandót azt méréssel meg lehet határozni. A megadott peremfeltételek mellett terhelőáram ráadásával melegítjük ezt a vezetéket, és hogyha ezt a maximális melegedésnek a 63%-át már elértünk, az addig eltelt idő lesz az időállandó. Indulási hőmérséklet, arról beszéltem már korábban, ezt tipikusan akkor használjuk, hogyha a készülékünk újraindul, és akkor a számláló nem környezeti hőmérsékletről indul, hanem az már korrigált indulási hőmérsékletről. És hogyha ezeket a paramétereket helyesen beállítjuk, akkor rendelkezésünkre fog állni egy megbízható hőmodell. Gyakorlatilag lesz egy hőmérőnk, ami mindig mutatni fogja az aktuális felsővezetéki hőmérsékletet. Hogyha ez megvan, akkor különböző beállítási értékeket tehetünk. Előjelzési hőmérsékletet adhatunk meg, kioldási hőmérsékletet, és itt jön be a reteszfeloldó hőmérséklet. Ugye ez könnyű belátni, hogy egyszer már elértük a 100% termikus szintet, és lekapcsol a védelem, semmi értelme nincs újra visszakapcsolni is, hiszen akkor pont onnan fog folytatódni a melegedési folyamat, ahol megszakítottuk. Itt kap szerepet a reteszfeloldó hőmérséklet. Ha ezt beállítjuk, akkor lesz egy olyan kimeneti relénk, ami mindaddig húzva marad, amíg az aktuális termikus számára aktuális értéke nem esik be a reteszfeloldó hőmérséklet alá. És akkor szóljunk néhány szót a környezeti hatásokról, amit már ugye említettem. Ugye itt az első és legfontosabb, ami pont a rosszabbik irányba viszi a dolgokat, az a napsütés. Ugye a napsütés alapvetően melegíti a felső vezetéket, tehát alapból egy magasabb hőszintről, magasabb termikus szintről indulunk. Ennek a mértéke függ a vezeték felületétől. Ugye egy szép fényes oxidált vezeték visszafelé napsütés nagy részét, viszont egy sötét oxidált jobban elnyeli, tehát jobban is fog melegedni. És ez még úgy, hogy talán modellezhető is lenne. És akkor ott, ami nekünk a szél és az eső, akiknek rendkívül erőteljes hűtőhatásuk van egyébként, viszont nagyon nehéz őket modellezni, hiszen a szél azért nagyon ritkán fúj egyenletesen hosszú időn keresztül, de még az esőről is elmondhatjuk, hogy az is hullámokban érkezik. Ezért aztán mi ezeknek a külső környezeti hatások, tehát együttes hatások figyelembe vételére, mi azt a megoldást javasoljuk, hogy szereljünk fel a védendő vezeték mellé ugyanolyan környezetbe egy feszültségmentes vezeték szakaszt, és az ő hőmérsékletét mérjük meg, és aztán ezt a hőmérsékletet adjuk be a környezeti hőmérsékletnek az algoritmushoz. Ez már viszonylag jól modellezni fogja majd az éppen aktuális környezeti hatásokat, amik kifejtenek a vezetékünkre. Ezzel nagy mértékben pontosíthatjuk magát a termikus modellünket. Tehát a Protectának az lenne a javaslata, hogy próbálj meg egy lépést tenni előre ebben az ügyben, mert ez már egy évek óta húzódó dolog, és próbálj meg összeállítani egy tesztüzemet. Ehhez a hardveres eszközök nagy része már rendelkezésre, hiszen megvannak a készülékek, megvannak a megfelelő analóg bemenetek. Amire szükségünk lesz, a feszültségmentes vezetékszakasz képítésére, a védendő vezeték mellett, lehetőleg a betáplálási pornál, hiszen ott feltételezzük a legnagyobb áramsűrűséget, tehát ott feltételezzük a legnagyobb mértékű melegedést is. Tekinthetjük ezt akár a szűk keresztmetszetnek. És akkor ugye fontos lenne, hogy ugyanolyan környezetbe helyezzük ezt a feszültségmentes vezetékszakaszt, mint magát a védendő, mint amilyenben maga a védendő vezetékszakasz is van. Árnyéba például ne rakjuk.
És akkor a cél az lenne, hogy egy méréssorozatot rögzítsünk, mégpedig megmérnénk a vezeték valós feszültség alatt a 25 kV-os vezeték valós termikus viszonyait. Ez elképzelhető, hogy szükség lenne egy speciális mérőeszköz fejlesztésére, amit arra fel lehet szerelni. És akkor különböző időintervallumokba rögzíthetnénk ezeket a mérési eredményeket, és összevethetnénk a közben rögzített termikus modellel, amit viszont a készülékünk kimenete szolgáltat. És akkor ezeket összevetve úgy gondolom, hogy kicsit okosabbak lennénk, mint most vagyunk. A cél az lenne, hogy validáljuk ennek a hőmásférelmek funkciónak a működését, és amennyiben pontatlanságot tapasztalunk, arra próbáljunk meg megfelelő megoldást találni, hogy még nagyobb arányban, még nagyobb mértékben pontosítsuk a modellünket. Maga a mérésre egyébként mindenképpen szükség egy közvetlen mérésre, ami mondjuk a tápvezetéknek a belső magjának a hőmérsékletét méri, de mi párhuzamosan ajánljuk egy hőkamerás mérés elvégzését is, és aztán meglátjuk a kettő között mekkora lesz a különbség. Hogyha elnyugodt a különbség, akkor később, hogyha nagyobb számban szeretnénk ilyen méréseket végrehajtani, akkor leegyszerűsíthetjük a dolgunkat, és egy sima hőkamerával ezek végrehajthatóak. Sikeres teszt esetén, ha sikerült optimalizálni a mérésünket egy pontra, akkor javasolnánk ezt egy hosszabb vezetékszakaszon több pontban is megvalósítani. Ugye vannak olyan speciális üzemállapotok, amikor két hossz láncot összekapcsolunk, és akkor akár egy 50 km-es szakaszt is táplálhatunk egy betáplálási pontról. Az már egy elég nagy távolság ahhoz, hogy a környezeti viszonyok nagy mértékben eltérjenek egymástól, és ennek megfelelően más-más irányban befolyásolhatják a vezetékünk termikus viszonyait. Hát, mi úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne 10 km-enként még egy pontot felvenni, mérési pontot, és ott méréseket végezni. Egyébként ettől viszont azt várjuk, hogy valószínű még mindig a betáplálási pontnál lesznek a legrosszabbak a termikus viszonyok, hiszen ott folynak a legnagyobb áramok, de ugye az is előfordulhat, hogy pont a betáplálási pontnál lesz egy esőszelesebb környezeti hatás, és 20 km-re onnan meg 7 ágra fog sütni a nap. És hiába lesz kisebb áram, a napsugárzás sokkal jelentősebb mértékben hozzá fog járulni a vezeték hőmérsékletének az emelkedéséhez, mint a betáplálási pontnál. Tehát nagyon reméljük, hogy ezzel a dologgal sikerül majd előrelépnünk a következő időszakban, és hogyha sikerül ezt a mérést validálni, akkor célszerű lenne üzemszerűen is alkalmazni az összes kitápvonalon, és azt gondoljuk, hogy a jelenleg tapasztalható független késleltetési túláramvédelmek okozta kioldás, amik általában névleges felé vannak beállítva 20-30%-kal, és talán nem okoznak túl nagy gondot az üzemvitel szempontjából, de azért mégis zavarók lehetnek, hogy ezek a jövőben megszüntethetők. És köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani.